Mezőségi minifarm. Sziasztok! Ebben a videóban a galambokat mutatom be, hogy mekkorát nőttek a kisfiókák, hiszen amikor legutoljára láttátok, még elég kicsik voltak. Mielőtt bárki is belekötne a takarításba, a hétvégére tervezzük, hogy ki fogunk takarítani. Kezdjük egy ilyen kis erős román gagyás fiókával. Még Eszti a húgom se látta őket, szóval kíváncsi vagyok, hogy mit szól. Javítsam ki, látta őket, csak már elég rég. Nézzétek meg, milyen szép barna. Ez ki? A román gagyási. Nagyon szép nagy gagyája lesz, és nagyon szépen totyog. Vissza akarod rakni te? Igen, de egy kicsit hagyjad itt még járkáljon. Másikat. Mi ott is megkezdtük? Igen. Hé, ne járj vele! Inkább visszarakjuk. Vissza akarod rakni te? Igen. Fogd meg szépen. Ja. És rak vissza. És hova? Oda? Oda, oda a fészekbe. Kezdjük itt, és folytassuk. Itt vannak az indiai fiókák, pontosabban egy van. Mind a kettő kikelt, viszont csak az egyik maradt meg. De ő is nagyon szépen nő, nagyon szépen fejlődik. Őt is lerakjuk ide. Igen, ő kisebb. Benne is lesz fehér. Itt szép fehér lesz. Szép fehér gagyával, ami nálam a nyerő, mert azt szeretem a legjobban, ha egy galambnak fehér a gagyája. De gyere ide a gödörbe, hé. Gyere ide ki. Nem sok, én egy kicsi pingvin. Aha. Te csak. Rakjuk vissza, mert az anyukája már aggódik. Gyere, van vissza. Úgy. Két fióka van? Igen. És még vannak a tiédek. Itt van még két kis fióka. Ők a rezgő pávafarkú párnak a fiókái, mind a kettő barna, a nagyok közül, viszont itt nagyon szépen kijöttek a színek. Na, nézzük, milyen szép. Ez olyan, mint az én galambom. Igen. Az az érdekes, hogy mind a kettő barna, és ő mégis ilyen kis szépnek alakult ki. Szép fekete-fehér. Ez hogy? Úgyhogy visszaüt a galambfaj. Nem csak az anyjukra, vagy a szülőkre, hanem még sok-sok generációnál. Közben itt van az egyik csirke is. Nem érezte a legjobban magát. Hát most már nem épp csirke, de nem érezte a legjobban magát. Emiatt ide külön raktuk. Mert itt nyugodtanban van, tud nyugodtan enni, nem kergeti el a többi, még véletlenül sem különíti ki. Mutasd meg a fülőt. Igen, úgy, ahogy mondja Eszti, ami a legérdekesebb egy kicsi galamba, akár már látszanak a felnőtt tollai, akár nem, az a füle. Itt van a füle, és csak egy egyszerű, kis lyukacska van ott, mind a két felől. Berakjuk. Igen. Rakd vissza nyugodtan, ha akarod. Az egyiket a másikat te. Jövök, hogy lehetem.
Megvisz a másikat is. Még van egy pár kis galambunk. Ők külön vannak téve, mert eléggé össze-vissza akartak párosodni Eszternek a galambjai. Köszönsz a nézőknek! Sziasztok! Esztinek a galambjai. Muszáj volt őket külön tenni, és így, hogy csak ők voltak ketten, szépen le is tojtak, és mind a kettőt ki is költötték. Itt van a német dobos, ahogy mondtam, a legutóbbi galambos videóba. Már egyszer le voltak tojva, minden ment a legnagyobb rendbe, aztán ott hagyták a tojásokat. Újra letojtak, aztán kíváncsiak vagyunk, hogy mi lesz belőle. Átmegyünk Esztinek a galambjaihoz is. Közben ki vannak engedve a kecskék. Azért hallottátok, hogy bőg hofi. Tessék? Itt van Zizi. Gondoljuk, hogy ő vagy Hofi fog elsőre meggidozni. Nincs. Ismerkedik a kamerával. Két év múlva ő lesz a youtuber kecske. Jutta, átjövünk ide a többiekhez is. Mit keresel? Kajti keresi a gabonát, akarja felenni a kálciumot. Itt van Hofi, akiről beszéltem azelőtt, hogy lehet, hogy ő fog elsőnek meggidozni, aztán kiderül, de ha szeretnétek látni, akkor megéri jelezni a lájkkal, és ne felejtsetek el feliratkozni. Talán az nem is elég, meg kell nyomni a kis csengőt, hogy biztosan minden értesítésről tudjatok, minden videóról tudjatok értesítést kapni, és akkor biztosan látni fogjátok. Megyünk is át Esztinek a galambjaihoz, ahol vannak a kacagó gerlék is. Közben jövünk el a kecskéktől, Eszti hamar bekapcsolja a villanypásztort, és indulunk is tovább. Itt vannak a kis galambok. Maradunk csendben, mert eljött az etetés ideje. Nézzétek meg, de cuki. Még akkor sem takarja ki őket. Kettő darab lett. Ezt mindjárt elmondjuk. Nagyon érdekesen edzeti őket. Egy picit megzavarjuk, ha nem probléma. Igen, mindjárt vissza is engedünk. Itt vannak a kis galambok. Nagyon szépek, nagyon kis cukik. Érzik, hogy eljött az anyuka. Nekik is teljesen látszik a fülük. Most kezd egy picit kinyílni a szemük. Mondjuk még csak hunyorítanak, mert két napja keltek ki, de itt ez, ha megfigyelitek, már hunyorít. Mit csináltok te? Mit csináltok? Meg akarod te is simogatni? Gyere. Milyen kicsi lába van. Tessék? Milyen kicsi lába van. Aha. Engedjük is vissza. Tudja folytatni tovább az etetést. Visszalakjuk oda a helyére. Aztán folytathassák is. Itt vannak a kacagógerlék, itt is történt egy kis cserebere. Kaptunk egyet, adtunk kettőt.
meglássuk, hogy mi fog történni a bácsinál, ugyanis ott volt két bak. Itt ezt cseréltük el, itt ezt kaptuk, egy másikat vittünk, aztán mégsem történt semmi, így vittünk egy bakkot is, ami biztosan bak, és azt mondta, hogy meglássuk, hogy mi fog történni, vagy majd kifizeti, vagy meglássuk, hogy mi lesz. Onnan akarunk most vásárolni tojásokat, hiszen az egyik tyúkunk leült kotolni, és vannak neki ilyen kokin törpéi, és onnan szeretnénk vásárolni tojásokat, amiről persze lesz videó. De ez ennyi is volt. Ha tetszett, akkor jelezzétek egy lájkkal, és ne felejtsetek el csatlakozni a Facebook csoportomhoz, ahol ti is posztolhattok, hiszen erre bátorítok mindenkit. A linket meg fogom hagyni a leírásba. Sziasztok!